És kérem szépen, az olimpia elkezdődött. Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Gaming Cartoon, tökéletes focis ellövős kép. Na de az olimpia nem csak a fociról szól, és ezért is szerintem nagyon tetszett nektek, hogy mindenféle sportba belekóstolhatunk. Az olimpia pörög nagyban. Én azt mondom, hogy nyomjuk is akkor. Nézzünk meg megint néhány sportot. Magyarországgal leszünk természetesen. Olympic Games, kipróbáltam az online-t, srácok, az is nagyon jó volt egyébként. Ha valakinek megvan a játék, mindenképpen nyomassa. Ha nincs meg, és szeretnétek megnézni, milyen az online mód, amikor egymással, egymás ellen, van, amikor csapatba kell játszani, atom jó, akkor majd mindenképpen meg fogjuk nézni azt is. Most viszont próbáljunk ki néhány one player-es játékmódot, ugye itt a gép ellen kell igazából harcolni, küzdeni, és annyi a lényeg, hogy ahogy megfigyeltem, nincsen nehézségi szint, nagyon könnyűről indul, közepes, majd utána hard, tényleg igazán nehéz lesz a vége, ezért is volt durva, hogy a kalapásdobást például meg tudtuk nyerni múltkor, míg a futás az valami botrányul sikerült a végén, szinte mindig utolsó lettem, kivágtam a videóból, ahogy ötször újraindítom. Na mindegy. Tehát, azt nem mondom, hogy mindet meg fogjuk nézni, de egy pár sportágat szerintem azért érdemes lehet. Itt meglesnünk, hiszen vannak itt ilyen long jump, meg röplabda, hihetetlen. Úgyhogy tök király, nem az összes sport van benne az olimpiában, néhány. Kezdjük ezzel, mondjuk a sport climbing-a, elég jónak tűnik ez a mászás igazából. Úgyhogy lássuk meg, nyomunk néhány sportágat, jól érezzük magunkat, ennyiről fog szólni ez a videó igazából, ahogy az előző is. Jó sokan jöttek ki falmászást nézni. Nem semmi. Na, Perez ellen fogunk, a bolíviai ember ellen játszani. Van ilyen kis tutorial mód. Mégis mit kell csinálni? Ki kell választani az irányt, és a karokat mozgatva, ezeket a karokat mozgatva, analógokat eltalálva kell igazából így a helyes irányba menni. Jó, legyen, nyomjuk akkor. Jó, Pereznek elég jók a szkíjei, ahogy látom, 13 másodperc rekordja, akkor ez gyors lesz. Nekem 10 másodperc, a Rising Star, ez vagyok én, a Sapiba. Nézzük akkor. Jó, be van hintőporozva a kezünk. Oké. Okay. Igen, ready vagyok. Jó. Jaj! Úgy, jó kell az irányt eltalálni, azon múlik minden. A bolíviai csajszi eléggé bénázik. Én se kellem túl penge egyébként. Nem sokon múlott. Jó, meg lett, de nem sokon múlott. Figyelni kell, gyorsabbnak kell lenni, meg a kezdést elrontottam. Eléggé löttyisek az izmaink. Furi volt karakter. Jó, 12 fél alatt meg lett. Nincs ezzel baj. De a következő az jóval nehezebb lesz, ez szinte biztos. Úgyhogy amúgy ahhoz képest olyan rajzos, meg egyszerű ez az olimpiás játék, nekem nagyon tetszik, tökre bejön. Persze nem profi, nem szimulátor, ezt el kell fogadni. Na, szingapúria csávó, 9 másodperc alatt meg tudja csinálni racket. Hát itt, azt nem mondom, hogy ki fogunk kapni, elpróbált mindent. Hungary. Ez nehéz lesz. Na jó van, másszunk akkor egy karikát. Igen, ready. Jó. Elrontottam. Nagyon koncentrálok. Hol van? De hogy megy oda? Hát... nagyon gyors. Hát persze, hogy lúz, hát olyan atomgyors ez a csávó. Itt van bronz meccs, remélem. Még mindent beleadtam. Sokkal jobb. Ah, van bronz meccs, menjünk bronz meccset. Jobb voltam, mint az előzőben.
Hát, nem számított ezek szerint túl sokat. Kár érte. Mindegy, bronzmedál meg lehet. Japán ellen játszunk, hazai versenyző. Hát ez is nagyon erős. Nézzétek meg, a rekordja 9 másodperc, 9 fél. Basszus. Nem. Hogy kell ezt a betöltődést csinálni? Ha, ez a jó. Nagyon figyelek. Most atom gyors vagyok. De... Mit rontottam el? Ez nem megy. És akkor ilyenkor ne legyen mérges az ember, ugye, amikor fullosan láttátok, hogy kombó, izé... Tökömet bele. Na jó, akkor ez nem jött össze. Menjünk valami másra, amit még nem nyomtunk. Nem nyomtunk még... Boxot. Nézzük már a boxot. Kis verekedés. Az idegbetegségemet letöltöm itt. Rodriguezem. Aha, így. Szép pofonokat adott. Jó, van védekezés, van támadás és erősítés is van. Na nyomjuk akkor. Itt is ugye az első ellenfél, ez nagyon könnyen verhető lesz elvileg. Aztán majd meglátjuk. Rodriguez, Peru. Nem mosolygós. Bajnok a neve. Na majd ezt meglátjuk. Így. Aha, meg ez analóg karokkal kell, hogy kell levédeni. Aha, jó. Itt van a gomba felső, R1-es, amivel le lehet védeni. Jó, blokkoltunk. Á, nagyon kapom, nagyon kapom. Így. Ő alatt is lehet ütni. Kicsit nem volt, gyomros. Azaz. Azaz. Ekkorát kapott. Gondolom itt valami mini játék keretében kell feléleszteni az embert a földről. Aha, sikerült neki. Nem baj, kapja, kapja. Még pár kiütés, ezt elvesztette. Jú, ezt benyaltuk. De lángol az emberünk, úgyhogy van valami tuning ütés. Csak bírjuk. Hopp, egy kitérés. És most. Azaz. Csávó úgy esett össze, mint a Family Guy-ba Peter. Na jó. Nem kelsz föl. És fel. A harmadikra kiütöm elvileg már onnan sem. Hú, azt benyaltam. Védjük, védjük, védjük. Véd, véd, véd. Á, tuning ütés is levédi. Csávó kifeküdt, ennyi volt. Ahogy már fel kell jel. Most fel kell. Mindent kibír, Rodriguez. Próbálom szétgyepálni. Na. Szerintem viszem ezt a meccset. Következő gondolom nehézebb lesz azért. Nem lesz ilyen egyszerű. Így bakker. Azaz, most kell ütni. Azaz. Nehogy már megint felkeljem. Ennyiszer nem lehet. Ja.
Ilyen van a valóságban is, srácok, hogy négyszer-ötször fel kell egy ember a földön? Ezt hagyják? Remélem pontozással biztos, hogy kiesik, mert szánalmas. Úgyis fel kell még egyszer, tudom. Talpra, talpra, talpra. Mint a kaparó sors egy. Azt hiszed, hogy nyertél, de nem. A végén kiderül, hogy nem. Jó, és lefújják a menetet. Kipihenhetünk magát. A bírók fognak dönteni, kiütéssel nem sikerült, minden menetet 10-esre nyertük. Na ez az. Csávó nem sokat tudott felmutatni. Én meg rendre kiütöttem őt, úgyhogy Magyarország azért boxban elég jók vagyunk. Úgyhogy ez itt meg is mutatkozott igazából. 58 ütésünk volt, neki csak 30. 5-ször kiütöttük, de durva. Menjünk akkor. Ez már az elődöntő. Selejtező megvolt. Nézzük akkor a következő. Svájci ember ellen fogunk játszani. Nézzük akkor. Na, ez egy Sheeran. Nem is svájci. Vessük már akkor. Így, de agresszívan kezd. Pontosan levédekezzük. Hát, ez ennyit értem a védekezéssel. Több ütésünk menjen be, mint neki. Pontozás ne ugye ilyenek számítanak. Meg a kiütések száma. Á, basszus. Mindjárt meg lesz a tuti. Levédtük, jó? Lángolóütés. Azt a mindenit. Ha, eltört a nyaka. Na, hát, hogy gyorsan fel kell. A svájci. Na, oké. Okay. Nyomassuk. Na, tér ki, tér ki. Ne! Jó, lefújták a menetet. Elég döntetlen szagú volt egyébként, hogyha így meg kellene ítélnem. 3 perces egy menet, sőt, sokkal kevesebb, mint 3 perc. Nagyon gyorsan megy az idő. Á, basszus. Azaz. Jó ég. Nem tudom, hogy mennyit számítanak ezek a kiütések. Remélem, hogy azért... Valamit igen. Kár, hogy a falmászót nem lehet kiütni. Nem akarok agresszívoskodni, én csak nyerni szeretnék. Nehogy. Nehogy! Ahaj, kiütöttek! Nézzük a mini játékot, mit kell csinálni. Mozgatni kellett a két analógot, de mint az állat. Jó ég, nem egyszerű. Vissza kell térnünk, vissza kell térnünk. Ne. Ez az ő menete volt. Ez nem volt jó. Azt meg kell nyernünk, valamit kell csinálnunk. Üsd ki! Püty! Igen, második az ő menete volt, ezt most nekünk valahogy össze kell hozni. Jó. Ügyesen megy neki is. Sima. Jó. Most kell figyelnünk. Nagyon kell figyelnünk. Megtartjuk ezt az előnyt. Ne. Felkelünk, nem azzal lesz a baj. Szerintem. Akár is remélem. Bassza meg. Na, bocsánat. Ne. Uski.
Mozogja! Srácok, ez nagyon döntetlen. Nehogy ő győzzön. Nagyon jó volt. A harmadik és az első menet a miénk volt. Azt a kutya úristenét, de kemény volt ez. Jézusom! Basszus. Na jó, megvan. Az a lényeg, de menjünk a final döntő. Döntőbe vagyunk, Magyarország. De ha itt mi volt az elődöntőben, akkor döntőben szerintem laposra vernek. Jó, bízunk a legjobbakban. Angol ellen fogunk játszani, pontosabban brit színekben szereplő Evans. De nagy darab állat. Ajjajajajaj, nem tűnik túl pozitívnak a helyzetünk. Na nézzük. Mint ahogy nem egy súlycsoport lenne, csak úgy ránézésre. Hát úgy ilyen röpke 40 kilóval tűnünk könnyebbnek. Mála, mi boxban nagyon sokat számít. Meg se érzi az ütésünket. Hát azt hiszi, simogatjuk. Levédi a tuni full ütést. Jézusom. Nem, srácok. Hát. Nem, hát. Hát ez hihetetlen. Hogy? Le is ment az első menet, közöm nem volt a játékhoz. Nem minden nyomok. Nem meg. Downhold. Mit csináljak? Iszonyat nehéz amúgy. Mármint nem ez, hanem ez ellen a srác ellen játszani. Tippem sincs, mit csináljak. Azad! Nem. Jó, véd. Nem esetünk ki még egyszer. Nem, fejezd be. Rohadt. Némiként. Jó, ez talán döntetlen, de kiütött, ugye? Hogy kezd a majom? Nekem fáj. Gyere. Jó. Mit csináljunk, srácok? Mondjatok valami jó tippet, nagyon nehéz. Hát, folyton védekezni se lehet, hát. Azaz. Most kell. Captain Crack, teszem a kontrollert! Csak kelljek föl! A média másban még van konti! Jézusom, kitéptem az analógokat. Ne. Valaki, orvos. Kár érte, nem tudjuk már a pontozást. Valószínűleg ő nyert volna egyébként. Basszus. Jó, másodikok lettünk. Ezüstérem. Figyeljetek, nem olyan rossz egyébként, ott a magyar zászló. Ennek örülhetünk, de amúgy nagyon-nagyon kemény volt. Nézzünk valami nyugisabb sportot. Mármint, hogy adrénba lehet durva csak. Na, értitek. Ez jónak tűnik. Úszás. Toljuk ezt. Miért ne? Nyomjuk. 200 méter. Pillangó, azt hiszem.
kvalifikáció, oké, okay. Negyedik vagy jobb helyezés kell. Hát, jó sok afrikai ország, Belgium, Honduras, Egyiptom, Pakisztán, van itt minden. Nők is. Elhízott férfi is, ahogy látom. Egyiptomi. Na, ő valami sztár lehet itt. Mit kell csinálni? Take your marks. Jó! Speed up. Oké, X. Olvastam el, mit kell csinálni. Be kell osztani az erőnket? Jól látom. Így forgatom az analógot. Ezzel lehet úszkálni. Jó. Ó, tökéletesen, majdnem tökéletesen eltaláltam azt a cuccot. Hátúszás, akkor itt minden. Vegyes. 200 méter vegyes, akkor. Elfogy az erőnk. Basszus, elfogy az erőnk. Jaj, vakargattam a fülemet, elfelejtettem megnyomni az X-et. Jó. Mit kell? Fordítva. Ne! Menjünk már! Elfogy az erőnk. Jó, hogy nem is tudunk ilyenkor úszni, ha elfogy az erőnk. Arra nagyon kell figyelni. Akkor... azt a kutya mindenit. Az erővel nagyon résen kell lenni. Egész jó helyen vagyunk. Elsők lettünk! Úgyhogy elfogyott az erőnk is. A szakaszon. Vagy a állóképesség kitartás, nem tudom, hogy mondjam. Jó ez az úszás. Tetszik, felkutyásra vettem. Aha. Nem sokan múlott, mondjuk. A belga Bloom, az ott volt a fenekünkben. Nyomjuk akkor. Elődöntő. Nézzük. Remélem sikerül. Meglátjuk majd. Ez biztos keményebb lesz. Negyedik, első négybe kell bent lennünk, és utána döntő lesz majd az izgi, de most tényleg csak arra kell koncentrálni, hogy kitapasztaljuk a részleteket. Első négybe bent legyünk. Szurkolók nagyon nyomják ott. Jó. Lemaradtunk, azt nagyon benéztem, nagyon rosszul reagáltam, de nem baj. Beosztva az energiánkat, nem kell túl sokat tenni. Épp hogy csak sodródunk a vizen. Úgy csinálom, hogy majd a végén nyomom meg. Most én nagyon laziba fogom tolni. Kicsit nyomhatjuk, nem baj, 8-ok vagyunk, 7-ik. Nem probléma. Nem akarok első lenni most még. Beosztjuk az energiát. Jó. Perfekt. 6 másodperccel le vagyunk maradva, azt mondjuk. Sok húzunk bele. Nagyon lassúak vagyunk. Bele kéne húzni. Már 9 másodperccel le vagyunk maradva. Menjél! Azaz. Harmadikra feljöttünk, úgyhogy majdnem utolsók voltunk. Sőt, majdnem utolsók lettünk. És mégis harmadik. Nem csodálom, megérdemeljük ezt az örömködést. Nagyon le voltam maradva, és mégis sikerült felhozni. Azért voltak meleg pillanataim. Picit elbénáztam, de jöhet a döntő, hiszen benne vagyunk, csak az első négybe kell bent lenni. A döntő lesz a lényeg, ott kell a top 3-ba szerintem. Na, lesz magyar rajtunk kívül a döntőben? Már úszásban azért jók vagyunk, ezt mind tudjuk. Nincsen szlovák. Szlovén van. Ráadásul nem is szlovák, még német. Jó, figyeljetek, toljunk. Magyar sikert megcsináljuk majd mi leszünk a férfi Katinka, vagy hogy mondjam, Jelaci, mit tudom én. Szepállá.
1.56-ot úszik a csajszi. Az se gyenge amúgy. Ja, most kell figyelni, ugye? Nem dumálni. Take your marks. Jó, még várunk, várunk. Jó, oké, 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 oké. Menj, 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 menj. Úsz, 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 és evez, és úsz, és evez. Gyere. Nagyon elfed az erőnk. Jó. Oké. Hát. Gyere. Nyolcadikok vagyunk megint. Great, gyere. Jó. Úsz. Gyere, úsz. Úsz. Ez az, ez az, ez az, ez az. Áh, ők már fordulnak. Á, Istenem. Menjünk, menjünk. Áh, mindent előnk. Szégyent hoztunk Magyarországra. Full utolsók lettünk. Hát sajnálom, srácok. Mindent beleadtam amúgy, de 1.53-as időket én ezt nem is értem, hogy csinálják. Ez nem ért össze. Nézzünk valami másikat. BMX, de durva. Judo, rugby. Jól néz ki amúgy a rugby. Nézzünk meg ilyen BMX-et, ez is poénnak tűnik. Érdekes. Nem menni fog. Kicsit tartok tőle azért. Itt is jól néz ki a fű, meg a pálya. Érdekesnek tűnik. Első négybe kell bent lennünk, ahogy ez szokott lenni. Nézzük akkor. BMX-ezni fogunk az olimpián. Nem semmi, lejöttünk bicajozni. Random start lesz, igen. Jó. Tekerünk, tekerünk, tekerünk. Jó. Nagyon jó. És sárba. Jaj, nekem kell kanyarodni. Szivac, nem is gondoltam volna. Nagyon király. Basszus, a hülyes sár. Akkor belemenni, de másodikok vagyunk. Betekerjük azt a csáveszt, ő csak gurul. Ja. Perfekt. Hát ez egy helyben vagyunk, nem jó? Menj, 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 menj. Inkább leugratok. Ja, a leugratás is belasít, összeszóltál. Meg kell előzni ezt a gyereket, a többiek meg nem tudom, hol vannak egyébként. Menjél már! Ah, második. Nem sikerült lenyomni a fickót. Második hely megvan, amúgy nem volt rossz. New record! Van. Kozlovot nem sikerült legyűrni. Nézzük akkor az elődöntőt. Ha itt másodikok voltunk, elődöntőben talán egy jobb teljesítményen meg lehet még a negyedik hely. De biztos sokkal nehezebb lesz, ugye? És majd a döntő lesz a bruti, de előtte. Nézzük meg, hogy itt mit érünk el. Nem lesz egyszerű, szerintem ez se. Tokió olimpia. Bicajozás. Nagyon szarul indultunk el, de nem baj. Perfect timing megvolt. Mit csinálnak? Hát hogy érem ezeket utol? Jó. Negyedik. Figyelni kell. Sárba. Nem lehet belelökni. Nem baj. Ez az. Ez az. Perfect. Nagyon jó. Sárba nem megyünk bele. Perfect minden. Levágjuk. Levágjuk.
Ez az. Nagyon jó. Perfect, de miért jó ez, hogy egy helybe állok itt? Nem szabad. Döntőben nem ott megyünk, ha bejutunk. De ötödikek vagyunk. Perfect. Csak menj már. Nem tudom ennél jobban nyomni. Aj, ötödik. Basszus. Hiába van új rekordom, hogyha ötödik lettem. Nehéz. Azt kell, hogy mondjam, hogy nehéz, srácok. Nehéz, basszus. Nem sikerült. Pedig ez nagyon tetszett. A BMX-ezés. Na mindegy. Amúgy jó volt. Mik vannak még? Nézzünk körül. Nagyon sok sportág van benne, de tényleg. Valami olyat kellene, ahol egyáltalán... Jaj, mit csinálok? Ahol egyáltalán nincsen rekordom. Ez a 110 méteres ugrándozás. Ezt még ki sem próbáltam. Nézzük akkor meg. Le is van zárva az info rész. Lessük meg ezt is. De hát még így is van egy kis sportág, amit ha ki is próbáltam, csak 5 perc erejéig, és nem mutattam meg nektek. Kíváncsiak, ez hogy fog működni. Jó. Ugye megint azt kell, hogy mondjam, hogy papíron elvileg ez az első menet. Könnyű lesz. Izgalom tetőfokára hág. Jó, nagyon kell majd figyelni. FPS-nél vagy TPS nézetben. Nyomhatjuk majd, mintha GTA lenne. És itt nem lopunk autókat. Jó. Jump! Jumpolunk megint! Jumpolunk! Nem! Elsők lettünk ki. Nem, másodikok! Utolsó pillanatban megelőzte! Azt hittem, elsők lettünk. Jó volt amúgy. Amúgy jó volt. Folyamatosan kellett nyomni a futást, illetve ugrálni kellett. De végén kár, hogy bele botlottunk abba a nézébe, cuccba, amit át kell ugrani, gátba. Ez gátugrás, hivatalos. Na mindegy, megpróbálunk jobban startolni, az nem sikerült a start. Ott figyelni kell. Jó, menjen neki. Na itt vannak színes bőrűek is, hűha. Mi vagyunk itt a kisebbség. Még szemüveges néni is van. Nem semmi. Na, jól van. Nyomjuk akkor. Ha? Oké. Set. Jó. Jó, nem is került megint amúgy. Nem baj, ott esnek kellnek az emberkék. Harmadik. Jó a harmadik. Nagyon is jó a harmadik. Hú, kemény. Oké. Jó, első 4 kvalifikált be. Azért az első az a 13-as idejével. Az nagyon durva volt, de legalább a döntőben vagyunk megint. Top 3-at össze kellene hozni, és én boldog vagyok. Tokyo Tower-től vagyunk nem messze, ahogy az látszik a térképen. Toljuk akkor. Döntő. Top 3 medált ér. Egyértelmű szlovák. Kolárová. Na. Van egy szomszéd. Érdekes, hogy magyarok sehol nincsenek. Lehet, hogy azért, mert mi magyarokkal vagyunk, akkor így kiveszi. Hát a szlovákok vannak, akkor magyarokat is biztos berak automatán a gépezet. Na, jó, mindegy. Ne gondolkodjunk. Figyeljünk. Jó, picit várok. Most. De béna vagyok, olyan lassan rajtolok el, mint valami lajhár. Minden nem tökéletes volt, hogy lehet, hogy csak 6. vagyok? Basszus. Próbáljuk meg még egyszer, srácok. Ezt próbáljuk meg még egyszer. Szeretnék jól elrajtolni. Már többi az... Perfect, ezt mondja a fickó.
És mégis hatodik. Jót mentünk amúgy. Ezt még egyszer meg szeretném próbálni, remélem nem maragszatok így utolsó körben. Nézzük meg ezt megint. Én bízok benne, hogy a könnyűt azt már így meg tudom nyerni. Nem fogom elbénázni. Ott hogy áll rajta volt a képen a srác töltőképernyőnél. Valahogy én is úgy szeretnek, és akkor megvan. Jó, igen. Menjünk. Oké. Okay. Izgi. Helyezkedjünk el. TPS nézetre hátra megy a kamera. És akkor toljuk neki. Jó. Figyelünk. Ti is figyeltek. Jó! Basszus, megijedtem. Perfect. Ez megy. Csak az indulás nem. 14-es idő megint, ez nem lesz jó, de megnyertük amúgy. Legalább ez megvan. Oké, kínai lett a második, német a harmadik. Elődöntő. Szedjük össze magunkat. Vagyunk egy kicsit. Nem kólát iszunk, nem úgy, mint egyesek. Ronaldóba toljuk, csak a víz. Jó, elődöntő. Oké. Okay. Szemüveges nagypapa, kigyúrva. Kis bajuszkával, hegyke bajusszal, zseniális. Nézzük akkor. Szerintem itt is meg lehet az első hely, hogyha sikerül végre egyszer jól elindulnom. De tényleg azon múlik minden. Picit várok. Várok. Jó. Töltjük. Nem volt rossz, hát botrány szar voltam. Édes Istenem. Hát, srácok. Ez most nem jött össze. Az előző baromi jó volt. Ez nem jött össze. Mérges vagyok magamra. Remélem, hogy azért ettől függetlenül tetszett nektek, mert a játékkal nem sok baj van. Egyszerű mini játékgyűjtemény, de annak baromi élvezetes, és lehet ezt ketten is tolni. Megnézem, hogy itt... Ó, Scorecaser. Állítsuk be ezt. Vannak új dolgok, amik így feloldódtak. Sőt, Meteor, Shining Star, Wildcard, Strong Arm, Survivor. Nagyon komoly. Tök jó, hogy így ki lehet oldani ezeket az achievementeket. Leszek egy Meteor. És köszönöm ezzel nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett a játék. Írtam is az Olympic Games Tokyo 2020-ról, a Playdomon berakom a leírásba, a első sorjába a cikket, hogyha valakit érdekel esetleg, nézzétek meg, ott azért kiveséztem részletesebben a játékot. Én köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna még meg, legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!